közönség rajong érte, a környezete imádja, ő azt mondja, a létezés a legnagyobb boldogság a világon. Így is lehet élni. Mosolyogva, szeretve, cigány kerekezve. Ma Oswald Marikával beszélgetünk, de előbb bekukkantunk a próbára. Gyertek! És itt jövök be, ott megyek ki, itt jövök be, ott megyek ki. Jó. Az egyik kollégád volt nemrég a vendégünk, aki azt mesélte, hogy az Operett Színházban nincs az a nagy rivalizálás, ami jellemző a művészvilágra. És ez neked köszönhető. Jézus Mária! De egyébként van benne valami, mert igen, az ember, hogy nem veszi fel a kesztyűt, és megpróbál segíteni a másiknak, esetleg a kollégája, a fak kollégájának, akkor az nem lehet, hogy utána az ugyanúgy folytassa a csarkodást, vagy valami. Minden ember megköszöni a segítséget, ha látja, hogy az őszintén és szívből jön. És én ezt megéreztem már az elején. Tehát én nem voltam hajlandó senkivel se rivalizálni, hanem mindig az volt bennem, hogy a másik is ugyanolyan ember, mint én, az is sikerre vágyik. Az is, és mikor fölmegyünk a színpadra, akkor amikor a másik van a színpadon, én nem vagyok ott. Tehát jó az, hogyha őnek is sikere van. Az ember örül a másik sikerének. Én legalábbis így vagyok vele. Megtanítottad a kollégákat szeretni egymást, szurkolni egymásnak, örvendeni a sikereknek. Tényleg így van, de ezt kitől hallottad? Peller Karcsi mesélte. Jaj, mondtam volna, hogy talált ki, hogy az a kollégád, akivel egyszer-háromszor annyit csókolóztatok a színpadon, mint kellett volna. Igen, mert nem jutott eszembe, Olaszországban játszottunk olaszul, és arra az alkalomra tanultuk meg a szerepet, és még nem volt begyakorolva, és nem jutott eszembe, hogy hogy kezdődik a dal. És addig kellett csókoljak, amíg eszembe jutott. Elengedtem, és akkor indultunk tovább. Igen. Az, hogy milyen az embernek a természete, az egy jó Isten által adott tulajdonság, de a neveltetésen sok minden múlik. Hát majdnem minden. Én szerintem az, hogy nekem olyan csodálatos szüleim voltak, és olyan, hát művész emberek is voltak, de nagyon jó emberek is voltak, és nagyon okos emberek is voltak. Sokat filozofáltunk, és nagyon sok mindenre fölhívták a figyelmemet. Nem úgy tanítottak, hogy most Marikám így, úgy, amúgy, hanem sokat beszélgettünk, és én vevő voltam erre a dologra, és sok mindent leszűrtem belőle, és kialakult egyfajta világlátásom, ami nagyon pozitív, mondhatjuk. És ezt a mai napig is hordozom magamba. Tehát a neveltetés nagyon fontos. Milyen gyermek voltál? Nem voltam rossz, azt mondta apukám. Csak nagyon szélsőséges voltam. Szóval olyan szertelen és olyan nagyon. Már fiatal, egész pici kislánykoromban is bennem volt ez a fajta temperamentum, meg a mesékből kifolyólag, valószínűleg utána ugye sokat néztem őket a színházban, a színpadon, kialakult egyfajta, a fantázia világom nagyon sokrétű lett, és sok mindenre oda tudtam figyelni, és ezek hatottak rám, ezek a dolgok. Tehát a színház tulajdonképpen a mesének egy folytatása volt, mert bele, amikor mesélnek az embernek kisgyerekként, akkor beleképzeli magát a dologba, és ott van. És amikor a színházba mész, akkor is, mintha néző vagy, akárha néző vagy, akkor is tehát belefeledkezel abba a figurába, amit épp látsz. És ez rám nagyon hatott, és így alakult ki, hogy én tulajdonképpen ezt a pályát választottam. Sokat ültél a próbákon? Valószínűleg sokat ülhettem, mert már 4-5 éves koromban én az összes operát tudtam, de a férfi szerepeket is valószínűleg, hogy sokat arra úgy nem emlékszik az ember arra a pici gyerekkorára, én legalábbis nem csak úgy, ahogy elmesélték, és tényleg így van, hogy amikor a
szüleim nem vittek el a premierre például, amikor apukám énekelte a Traviátát, és mérges voltam, hogy nem vittek el a premierre, hát nagyon kicsi voltam, akkor olyan 5 éves lehettem. És akkor megjöttek, én aludtam, de észleltem, hogy ők megjöttek, és pipa voltam, hogy nem vittek el. Kivágtam a paplanomat, és azt mondtam nekik, hogy kifizetem ennőt, és visszafordultam is. És tehát ezzel jeleztem nekik, hogy meg vagyok sértődve, de tudtam az egész előadást. 3 évesen már színpadon voltál, ebből van valamilyen emléked? Igen, egy hatás. Ami, egy benyomás, ami ért, amikor a Neményi Lilike egy nagyon nagy operaénekesnő volt, ő játszotta a Csocsoszánt, apukám volt a Pinkerton, és beteg lett a kisgyerek, és be kellett, hogy ugorjak, mert ott voltam kéznél, ugye mindig ott sertepertéltem. És arra emlékszem, hogy hát az a Puccininak ez a csodálatos zenéje, és úgy van megírva, amikor a gyerek, de még most is libabőrös vagyok, hogy amikor a gyereket behozza, megmutatja, hogy megszületett az ő csodálatos kis gyereke, a vállán hozott be, és ahogy a fény rám áradt, és ez a gyönyörű zene, és éreztem az egész közönségnek a figyelmét, én meg vagyok róla győződve, hogy ott én kaptam egy olyan gellert, amikor megéreztem a sikernek ezt az örömét. Tehát a siker, mert nem az a lényeg, hogy jaj, de nagy sikerem van, jaj, de jó nekem, hogy milyen nagy művésznő vagyok, nem ez a lényeg benne, hanem az a lényeg benne, amikor mellbe vág, és érzed, hogy föltelik a tüdőd, vagy az egész mellkasod egy olyan levegővel, ami, hogy az nem tud, az nem, az csak az az ember tudja elmondani, vagy érezni, nem lehet elmondani. A szeretet, a boldogság olyankor kulminál. Eldőlt talán ott 4 évesen számodra, hogy biztos eldőlt. Még nagyon sokat tornáztál is. Korábban is eldőlt, mert amikor 3 éves koromban kérdezték, hogy mi a gyerektől, hogy mi leszel, Marika, nagy leszel, akkor mondtam, hogy csárdás királynő. Tehát ez úgy bennem volt. De persze, igen. De az életnek minden területe érdekel. Tehát én nem ragadtam le a színésznőségnél, hanem engem minden érdekel. Azért kezdtem el sportolni is. Én nem azért kezdtem el sportolni, mert amit most csinálnak a fiatalok, hogy én most sztár leszek, hanem nekem kívánta a szervezetem az, hogy én mozogjak. Tehát az is a játéknak egy része volt, hogy kipróbálni minden olyan attrakciót, valami tetszett, mint hogy mondtam, hogy én jó közönség vagyok. Láttam egy ballerinát, hogy Isten, jaj, de gyönyörűen táncol, akkor én is meg akartam csinálni, rögtön éreztem. Tehát a kis porcikáimban éreztem a dolgot, pedig ugye nem vagyok balettes alkat, de rögtön. És akkor láttam, hogy valaki lemegy hídba, jaj, de szép hajlékony, akkor fogtam magam, én is nem merev vagyok, én nem vagyok hajlékony, én rugalmas vagyok, hogy mondjam, rugékony vagy, rugalmas. és akkor addig törtem magam, jó, lementem hídba, betört a fejem, én nagyra, akkor elkap, de megcsináltam, mert tetszett, és meg akartam csinálni. És mindennel így vagyok, hogy amit az ember lát, hogy valaki valami jót csinál, akkor én is biztos képes vagyok rá, akkor addig csinálom, de ez a varrásra is érvényes, vagy az, hogy cipőt akarok készíteni, vagy hogy egy asztalt lapot le akarok festeni, mert már nem olyan szép. Tehát ezek mind olyan dolgok, ami tehát minden dolog, a siker orientáltság az bennem van valószínűleg, de az életnek a minden területén, meg a maximalizmus, ahogy mondják. Tehát én nem azért csinálom, mert hogy meg akarom mutatni, hogy én milyen nagyszerű egy ember vagyok, aki még var is, meg minden, hanem nekem arra szükségem van. És úgy érzed, hogy ha más meg tudja csinálni, akkor azt te is meg tudod csinálni? Igen, amit más meg tud csinálni. Ha nekem most azt mondanák, hogy mondjuk azt nem, de ha azt mondanám, hogy atomfizikusnak kell legyek, akkor én biztos, hogy akkor fogom magam, és akkor addig valami, hát nem fogok odáig eljutni valószínűleg, de mondjuk akarni akarnám.
Igen, ez a sikerorientáltság. A Cirkusz hercegnőben, amikor játszottál, akkor már 40 fölött voltál talán. És te elmentél igen, egy 40, artista 30, csapathoz. 38-39, igen. Egy artista csapattól tanultál trükköket. Artista iskolába, persze, elmentem, mert ugye... Tanultál? Megtanultam gömbön járni. Először egykerekű biciklivel akartam, de mondták, hogy annyi időm nincs, mert ugye a próba folyamat az csak 6-7, és az alatt ez nem fog menni, úgyhogy ezt a gömbölyjárást ezt megtanultam. Hát nem vagyok profi benne, azt nem mondom, de úgy meg tudtam állni rajta, meg be tudtam totyogni, meg valameddig úgy elmentem vele, és az jó volt, meg mutattak olyan figurákat, ami ilyen jó poén a cirkuszi kis táncos nőnek. Úgyhogy az jött ez a székes szám, tudod, ugye átbukfenceltem a széken, kihúztam a fiú alól, és ez egy ilyen ikonikus dolog lett ott ebbe az előadásban. A legtöbb művésznőnek az életében van hullámhölgy, kevesen ússzák meg, de te megúsztad. Azért ne lehet, hogy ilyen kortalan vagy? Igen, már nem tudom. Igen. 63 évesen még Marcsát játszottál, igen, a Mágnás Puskában. Igen, igen, igen. Nem nagyon érzem a karomat, de azért érzem. Tehát mondjuk azt tudom, hogy öreg vagyok, de nem úgy érzem, hogy... Én inkább úgy mondom, hogy az öregség az nem érdekes, hanem csak hogy ne, a betegség az a baj. Tehát lehet friss, 80 éves is, hogyha nincsenek olyan egészségügyi problémái. De hát azért én most már kezdem érezni, tehát azért jönnek elő ezek a dolgok, de azért a lelke az embernek nem öregszik. Azért szokták mondani, hogy 20 évesnek érzem magam, hát a csodákat, persze lelkileg, igen. Mert hogyha tiszta tud maradni az embernek a lelke, akkor az nem öregszik olyan formába. Persze tapasztal az ember, meg azért megbölcsül valamennyire, akkor már nem vagyok olyan szertelen mindig. De meg az embernek az agya, az esze, hát az is ugye, tehát az agysejtek, az, hogy épülnek le, azt nem lehet mondani, hogy nem. Hát én például neveket, meg arcot most már nagyon nehezem. De hát ezt az ember konstatálja, és kibékül vele. Úgyhogy ezért van, hogy az öreg asszonyok mindig azt mondják, hogy édesem, csillagocskám, rózsaszálom. Mert ugye neveket már nehezen jegyzünk meg. A szerepet azt még meg tudom jegyezni, arra még tudok koncentrálni. Nagyon aktív vagy a mai napig. A színpadon még várják aktív a cigánykereket? Igen. És meg is csinálod? Meg tudom csinálni, mert megmondom miért, szóval a térdemmel, a lábammal ott már gondok vannak, tehát a szalagok, meg a csontok szétcsúszva, meg minden, de a kezem az még jó. Tudod, és a cigánykerék az kézem van, tehát az még hanstandot is még meg tudom csinálni alapvetőt, de már olyan produkcióra nem szánom el magam, amiben belerokkanok, tehát a koromnak megfelelő dolgokat megcsinálom, de egyébként már nem. Ez a korodnak megfelelő a cigánykerék. De sokat dolgozom, még mindig sokat dolgozom. Igen, te nagyon nagy sikereket éltél meg, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön, igen, és a félvilágot bejártad. Én ezt nem éreztem, hogy én sikeres vagyok. Örültem, mikor azt mondták, hogy jó, de jó, meg mikor tapsoltak, akkor jó. De igazából nem ezzel foglalkoztam, hogy én sikeres vagyok, vagy most, hogy most már 70-en túl kerültem. Így, ahogy visszanéz az ember, akkor azt kell, hogy mondjam, amit apukám mondott, mert amit mondtam, hogy nagyon filozófikus volt, meg anyukám is csodálatos emberek voltak, mindig azt mondták, Marikám, te legyél mindig hálás a sorsodnak. És én ezt érzem, ahogy most visszafelé tekintek, hogy én nem azt mondom, hogy na, lettem valaki, hanem hálás vagyok a sorsomnak, és hálával tartozom, miért apukám mondta, hogy Marikám, te így Isten áldott a tehetség vagy, de nem tehetsz róla. Amiről tehetek, az, hogy a hozzáállás a dolgokhoz, a szorgalom, meg a kitartás. Meg az, hogy mindig a színpadi produkcióra koncentráljak, és nem mindenféle másra. És az utazásaid közül melyik volt a kedvenced, amit nagyon élveztél, vagy ahol nagyon szerettek, ahol jól érezted magad? Tudod, ahova elment már egyszer az ember, és jó volt, oda visszavágyik az ember. És elég sok helyen jártam.
úgy így a szakmán keresztül, meg ugye nem vagyok nyaralós, hogy úgy menjek és úgy világot lássak, de így nagyon sokat láttam a világból. Ahol nagyon sokat voltam, oda szívesen visszagondolok. Tehát először is, ahol elindult ez az egész úgynevezett még vasfüggöny alatti turnézás, az a müncheni, az nagyon csodálatos időszak volt. Nagyon szeretem a Japánt. Ott is nagyon, először, mikor ott voltam, akkor nem nagyon tetszett, mert olyan más világ volt, de aztán, amikor úgy bele láttam a dolgokba, akkor, és nagyon sokszor voltunk, legalább 15-16-szor voltunk itt, és most már nem megyünk, sajnálom is, mert oda mindig visszavágyik az ember. Nagyon szerettem, Izraelt is nagyon szerettem, hogy nagyon sok magyar volt, és imádtam azt a klímát, azt a természetnek, meg a történelem, meg minden, az is nagyon, nagyon szerettem. Hát Amerikában is voltam, de hát az nem volt egy... Jó volt, de hát az Amerika olyan. Egynek amilyen, jó volt. Egynek jó. Azt mondtad, hogy nem szeretsz nyaralni, vagy nem szoktál nyaralni. De te voltál Afrikában a lányodnak a párjával dakarozni? Voltam, az nagyon jó volt. De mikor már elmegyek, akkor jó, de amíg ráveszem magam. Mert szeretek otthon lenni, tehát én olyan földhöz ragadt vagyok egy bizonyos fokig, és imádom a kertemet, a házamat, az én kis kuckom. De nehezen veszem rá magam, hogyha úgy alakul, hogy elmegyek, akkor viszont az viszont csodálatos. És megújulva jön vissza az ember valóban, mert ez az Afrika, hát ez egy egészen különleges dolog volt az én életemben, mert ráadásul nem egy pár nap volt, hanem ez 21 nap volt, még pont a Covid előtt úgy értünk haza, hogy pont bejött a Covid, és hát Afrikának azt a végigmentünk, tudod, azon a nagy hasán, egész majdnem le, 9000 nem tudom hány kilométert mentünk, és az volt benne a jó, hogy Afrikának azt a részét láttam, amit nem a turisták. Igen, tehát nem, mindig ezek a jó helyek. Az Atlasz-hegység, meg ezek a kis falvak, meg a szavanna, meg a minden, ahol ilyen kulipintyókban laknak a csirkékkel együtt, és nincs is a ház, tulajdonképpen nincs neki fala, csak ilyen nádakból, ahogy össze van rakva, tudod, és akkor, ha mondom, esik az eső, de ezek nem törődnek semmivel, úgy jól el vannak. De, és úgy is tudnak mosolyogni. De tudnak mosolyogni, és én is tudom, miért tudok mosolyogni. Mert amikor én gyerek voltam még az 50-es években, akkor még nem volt ez a nagy, tudod, most a gyerekek már beleszülettek a jóba, és minden természetes nekik, és csodálkoznak abban, hogyha nem úgy van, ahogy van. Hogy én még úgy volt, hogy nagyon sokat voltam anyukámnak a rokonságánál, Balaton felvidéken, Litér, meg minden földes szoba, lavorba mosakodás, tudod, a légyfogó tele fekete legyekkel, szóval, és mégis boldogok voltunk, mert szeretetben voltunk. És ha az ember egy ilyen közegből indul, mi nem voltunk gazdagok, mindenünk megvolt, De nem volt, hogy ilyen ruhát akarok, vagy olyan lehet, cipőt. Hogy jobban vagy... tudjuk értékelni a jót. És én nagyon tudom emiatt valószínűleg értékelni. Meg hát ugye a szüleim révén azért el lehet magyarázva, hogy nem, ez az élet, ez nem egy kánoán. Tehát ez nem, és annak kell örülni, ami van. És én valóban úgy vagyok, hogy amit a sorsom ad, én annak nagyon tudok örülni. És adott neked most egy unokát, Vincét. Eláll a szavan, de komolyan mondom, jújjújjújjújjúj. 11 évig vártatok rá. Igen. 12 beültetés volt. És ez a gyerek, hát ez valami csodálatos, a Vince. Úgyhogy bennünket megajándékozott a Jóisten ezzel a dologgal is. Hát csak hálával tartozhatom. A csodálatos gyerekem van, csodálatos lányom van. És az unokám, hát az egy olyan kis... értelmes lény, egy éves, most már egy éves, három hónapos, és otthon ültem a lányommal, egyszer csak láttam, hogy kiveszi, látja, hogy mit csinál az anyja, kivette a fölmosót a vödörből, és elkezdett fölmosni. Utána visszavitte a szekrénybe, kinyitotta, betette és becsukta az ajtót. Hát mondtam, ez a gyerek, hát ez a gyerek, az egy olyan fogékony valami, hogy
ha foglalkozik vele az ember, mindenre meg lehet tanítani. Tehát a közeg nagyon-nagyon fontos. És ez a kis Vince, én szerintem egy csodalény. Mi az, amit meg szeretnél neki tanítani feltétlenül? Azt megpróbálom, azt, amit a gyerekemnek egyébként nem adtam át, mert felületesebb voltam nála, és azt hittem, hogy az, de egyébként jó gyerekem van, mert saját magát fölnevelte, hogy amit az apukám, meg az én szüleim, az anyukámtól tanultam, tehát az én pályám miatt én nem foglalkoztam annyit a gyerekemmel, amennyit kellett volna, én szerintem, de soha nem veti hál annak a jó Istennek szememre ezt a dolgot, mert ő vízöntő, tehát egy másfajta karakter, én meg szélsőséges kos vagyok, engem nagyon kellett fogni, ő meg nagyon értelmes kis lény, de azt átadni neki az unokámnak, amit én a szüleimtől tanultam, tehát a világlátásomat, amit köszönhetek neki, meg az, hogy mindenre fölhívni a figyelmet, meg megtanítani mindenre. Hát az, amit az ember úgy elképzel, tudod, hogy de nem tudom, hogy mennyi időm lesz. Tudod, mert már 71 éves vagyok, tehát már nem sok időm van erre, de igyekszem. És nagyon fogékony a kisfiú. Marika, te egy nagy példakép vagy, úgyhogy kérlek, mondd meg nekünk azt, hogy mire figyeljünk oda, milyen hibákat ne kövessünk el, hogy ne legyünk zsimbes nők, vagy esetleg primadonnák, aki kikéri magának. Ez egy érzés, ami kialakul az emberben, ösztönösen, úgy, hogy a tudatoddal, ugyanúgy, ahogy a szerepet, a szerepet is, tehát ösztönből játszunk, de tudatosan tudjuk, hogy ezt kell csinálni. Tehát ezt a kettőt egybe rakni, az ösztönösséget és a tudatosságot, és úgy rögzíteni ezt az állapotot. Nem tudom elmondani, hát tényleg sok minden nagyon összetett. Lehet, hogy erre születni kell. Nem, lehet tanulni. Tehát én is nem úgy születtem, hogy biztos bennem is megvolt az irítség, a féltékenység, az összes olyan rossz tulajdonság, ami az emberben benne van, mert valóban az állatokból nőttünk, és ezek az állati ösztönök manapság nagyon teret nyertek. De hát, hogyha az ember tényleg filozofál és gondolkodik rajta és minden, ezeket a rossz tulajdonságokat le lehet építeni, és a jó tulajdonságoknak meg örömmel kell fogadni azokat a dolgokat, amiket érzel magadban, jó tulajdonságokat, és azokat rögzíteni. Nem tudom, bonyolult nagyon. Figyeljünk a jóra, ne a rosszra. Most valamelyik nap olvastam, Arisztotelésznek volt valami 10 mondása, hogy a boldogság mind múlik, tehát hogy kell viselkedni ahhoz, hogy boldogok legyen, most nem tudom elmondani, de majd keressék meg, akiket érdekel, és olvassák el. Meg olvasni kell azokat a filozófusokat, akik ugyanúgy öngyilkosak lettek, mert aztán végén oda kerültek, de nagyon sok okos dolgot lehet, maga a közmondásokból nagyon sokat lehet tanulni. Az ember a közmondásoknak eleget tesz, akkor abból nagyon sokat lehet tanulni. Ki korán kell, aranyat lel. Tehát, hogyha az ember mögé néz a dolgoknak, és akkor abból sokat lehet tanulni. Marika, én kívánom neked, hogy még nagyon sok időt tölts az unokáddal. Köszönöm. Sok játékot kívánok. Köszönöm. És taníts meg minél több embert szeretni. Te ennek nagymestere vagy. Köszönöm a beszélgetést. Igen, a szeretet az nagyon fontos. Csak beszélünk róla, többet beszélünk róla, mint amennyit teszünk érte. Mindenki csoklak.